Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte, mit tegyünk? Akinek két ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkereszteljék őket, s így szóltak hozzá, Mester, mit tegyünk? Ezt felelte nekik, ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is, hát mi, mit tegyünk? Nekik így felelt, ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal. A nép feszülten várakozott, mindnyájan azon töprengtek magunkban, hogy vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk, én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét, a búzát csűrébe gyűjtse, a pejvát meg oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet, így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi. Amen.